Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. A Magyar Versenytánc Szövetség rendezésében Kelet-régió bajnokságnak adott helyet a Városi Sportcsarnok. A május 12-i versenyen a Kisteleki ProArt Elit Tánciskola növendékei is eredményesen szerepeltek. Kelet-magyarországi bajnokságot szerveztek itt Kisteleken, ahol a ProArt Elit Tánc Akadémia növendékei is szerepeltek. Milyen eredményeket értek el ők? Hú, hát az eredmények nagyon vegyesek. Minden volt. Tehát volt ugye arany, volt ezüst, volt bronz. Ugye a kezdőknél ugye ők még minősítést kapnak, tehát nem helyezést föltétlen, úgyhogy kap mindenféle érem lógott a nyakukban. Ügyesek voltak, valamelyik táncban esetleg aranyat kaptak, de valamelyik táncban mondjuk bronz, tehát itt is lehet látni, hogy esetleg melyik az a tánc, ami nekik jobban megy, vagy tehát, hogy melyikben kell fejlődni, azt is kimutatja. Aztán a magasabb kategóriában, a helyezéseknél, ott is vegyes volt, mert ugye itt táncónként vannak a versenyek. Van külön csacsacsa, van külön szamba, és van olyan is, amikor mix, tehát az összes együtt van, tehát, hogy több kategória van. És ezért is az eredmények nagyon vegyesek voltak, de azt gondolom, hogy ez azért jó, főleg a gyerekeknél, mert tényleg látják, hogy valamiben esetleg ügyesebb, valamiben még fejlődni kell, látják azt, vagy van motivációjuk, hogy miben kell fejlődni. Úgyhogy sikeresnek mondhatom, mert ügyesek voltak. Persze valaki jobban, valaki kevésbé, de ez normális, de mindenki motivált volt, és nagyon készültek erre a versenyre. Úgyhogy jó volt látni, hogy a gyerekeknél van egy ilyen motiváció, és tényleg szorgalmasan gyakoroltak. A magasabb kategóriánkban, ugye a Zonder kategóriában, úgy hívjuk a Superclass kategóriában, ők már ugye külföldre is járnak versenyre, úgyhogy ők sokkal tapasztaltabbak, ugye, és ők ugye megnyerték a versenyt, úgyhogy jól sikerült mindenképp, és az egész verseny szerintem maga sikeres volt, mert nagyon sok nevezésünk volt, nagyon pozitív volt az atmoszféra, a hangulat, úgyhogy, és ez szerintem azért is fontos, mert a gyerekeknek szólt, a táncosoknak. Úgyhogy nagyon örülünk. A díjakat átadja a Stuttgart-örügyek Belinda, latin-amerikai táncok világbajnoka, felnőtt győztese és Európa bajnoka, a ProArt, ami fenntartója, és a Magyar Versenytánc Szövetség elnöke. Úgyhogy, nagy tapsok neki! Gratulálok nektek!
Gratulálok neked, nagyon ügyesek vagy. Biciklis reggelivel várták a munkába, óvodába érkező kerékpárosokat május 14-én a Petőfi utcai kerékpárúton. A Zöld úton Egyesület is csatlakozott a Bringázza munkába országos programhoz, melynek célja a környezettudatos közlekedés és a testmozgás népszerűsítése. Bringás reggelivel várták itt az óvodába érkezőket, önök is biciklivel, illetve gyalog érkeztek. Mennyire tartják fontosnak, hogy ilyen formában közlekedjenek? Mi általában így szoktunk jönni, hogy a gyerkőc vagy biciklizik, vagy sétál, hozzuk a kutyát, és én meg általában gyalog szoktam jönni. Azért is tartjuk fontosnak, mert én ülőmunkát végzek, tehát én mindenképpen ezt a reggeli és délutáni óvodába sétálást, ezt így mozgásként is fontosnak tartom. Illetve hát a gyerekek ugyan kint vannak sokat az óvodában, de azért nekik is fontos szerintem, hogy mozogjanak, úgyhogy mi általában így szoktunk érkezni. Nem is lakunk olyan messze, úgyhogy nekünk ez így jó mindenképpen. Sziasztok ide! Választottak egy műzlit. Nem. Anya is választhat műzlit. A gyerekek kaptak még üdítőt is. A felnőttek csak. Menj oda, János, kell megkérdezni. Választál meg, te is választál magadnak. Azt. Egy országos program több éve működik már. Ősszel szoktunk csatlakozni hozzá, akkor az iskola környékén szoktunk reggelit osztogatni, de most adódott ez a jó lehetőség, hogy a tavaszihoz is tudtunk csatlakozni, és így itt az óvodát választottuk, hogy nem mindig az iskola, tehát csak az iskolásoknál tudjuk kiemelni azt, hogy milyen fontos, hogy ne autóval jöjjünk az iskolába, ne autóval menjünk a munkába, ne autóval menjünk az óvodába. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor ugye az ember kénytelen, de ha van lehetőségünk, akkor szeretnénk arra fölhívni a figyelmet, hogy mindenkinek sokkal jobb, ha gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, hiszen a környezet tisztán marad, van egy mozgás, ami szervezetünknek mindenképp jót tesz, és erre a bringás reggeli egy kicsit fölhívja a figyelmet, illetve egy picit megjutalmazza, megajándékozza, így mondanám inkább, megajándékozza azokat, akik nem autóval érkeznek, akár az óvodába, akár a munkahelyre. A Zöld úton Egyesületnek mennyire fontos a környezettudatos közlekedésre felhívni a figyelmet? A Zöld úton Egyesületnek az alapcélja a természet és környezetvédelem, és ennek a jegyében szerintem a bicikli, illetve a séta az alapvetően nagyon fontos, és igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni itt helyben, ami az itt élő embereknek is föl tudja erre hívni a figyelmét. Természetesen az embereket sokkal könnyebb elérni, nem egy tudományos előadással, hanem valamivel, amiben nekik is egy jó érzésük van, vagy valamit kaphatnak, vagy egy kicsit pozitív élményekkel járul hozzá ahhoz, hogy ő biciklivel menjen. Az iskolai programoknál már tapasztaltuk, hogy voltak gyerekek, akik mondták a szülőknek, hogy ezentúl én mindig biciklivel jövök inkább, mert hogy az tényleg jó. Tehát, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak erre a dologra. És sokszor a gyerekek adják át ezt az információt, vagy ezt a tudást alapvetően a szülőknek. Műzliszelettel és üdítővel kedveskednek mindazoknak, akik ma biciklivel érkeznek a munkájukba, illetve az óvodába, iskolába. Önök is kerékpárral jöttek, honnan érkeztek? Hát Szölő utcából, innen két utcával, arrébbról. Mennyire tartják fontosnak, hogy ha tehetik és az időjárás is engedi, akkor a kerékpárjukat használják? Hát mi nagyon sokszor biciklivel megyünk, a férjem is, én is itt dolgozunk Kisteleken is. Amikor jó idő van, mi általában azzal megyünk, meg a kerékpáros programokon is részt szoktunk venni, Mátéval is. Május 15-én délelőtt a Hipertónia világnapjához kapcsolódóan utcai egészségügyi szűrésekkel várta a lakosságot az egészségfejlesztési iroda. A délelőtt folyamán a vérnyomás, vércukormérés mellett életmód tanácsadással is készültek a szervezők. 5-9. Az jó, ha 7-2 alatt van, 2 órával fejállás után a földmódás. Kisteleki egészségfejlesztési iroda szűrésekkel készült a mai napra, ön is részt vett. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön ide? Mert cukorbeteg voltam, amikor terhes voltam, és a vérnyomásom is magas, úgyhogy vérnyomás csökkentőt szedek naponta. Milyen életmódot folytat? Mennyire figyel arra, hogy egészségesen táplálkozzon, illetve hogy ne sok cukros ételt vigyen be a szervezetébe?
Hát azért naponta szoktam csokoládét tenni, de vigyázok arra, hogy nagyon keveset fogyasszak belőle, inkább gyümölcsöt eszek. A Hipertónia világnapja alkalmából települt ki ide a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda. A magas vérnyomásban rengetegen küzdenek itt Magyarországon. Önnek milyen értékei voltak itt a mérésen? Hát most szerencsére jól értéket kaptam. 5,8-as. Ez jó. Magyarországon több mint 2,5 millió ember szenved hipertóniában, magas vérnyomásban. Önök miért tartották fontosnak, hogy a mai napon szűrésekkel várják az embereket? Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, nem csak a mai napon, hanem egyébként is a szűrésnek a jelentőségét és fontosságát. A mai napon azért készültünk a vérnyomásméréssel kimondottan, mert május 17-én lesz a Hipertónia világnapja. Nagyon profi adatokkal készült az úr, és ez valóban sajnálatos eredményként. Ezt mondhatjuk el, hogy Magyarországon nagyon-nagyon nagy számban vannak hipertóniások, és még nem beszéltünk azokról, akik nem ismerték föl ezt a tényt, mert alattomosan jelen lehet az életünkben ez a betegség, nem csak idősek, hanem fiatalok körébe is már sajnálatos módon. Ezért is tartottuk nagyon fontosnak, hogy mi így az utcára kitelepüljünk, és úgymond elálljuk az utat egy screening elnevezésű utcai szűréssel, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak a szűrések, mennyire fontos az, hogy a vérnyomásunkról tudjunk, hogy mennyi a vérnyomásunk, milyen értékeink vannak, illetve szembesüljünk azzal a ténnyel, hogy életmódváltoztatással nagy mértékben befolyásolni tudjuk ezeket a betegségeket. Hogyan előzhetjük meg a magas vérnyomás betegséget? A magas vérnyomás betegséget alapjába véve gyakran mondják azt, hogy nem tudjuk befolyásolni. Nyilvánvalóan vannak olyan tények, amiket nem tudunk befolyásolni. Életkor, az, hogy milyen környezetben élünk, nem tudjuk befolyásolni a genetikát, amit magunkkal hozunk. Viszont az életmódváltoztatás, illetve magát az életmódunkat nagy mértékben tudjuk befolyásolni. Ezáltal a hipertóniás megbetegedést konkrétan gyakorlatilag az adott kockázati tényezőkkel tudjuk elkerülni, illetve megelőzni. Ez pedig nem más, mint a tudatos életmódváltás, életmód eszközölése a mindennapjainkba, amihez beletartozik az, hogy mit eszünk, hogyan táplálkozunk, milyen alvási időnk van, mennyit alszunk, mennyit mozgunk. Szorosan hozzá tartozik az, hogy milyen tevékenységeket élünk, jól érezzük-e magunkat az adott környezetbe, és ezeknek az összessége, illetve az, hogy eljárunk-e szűrésre, és az orvosoknak a team munkáját, fontosságát figyelembe vesszük-e, ez fogja hozni azt, hogy életmódot tudunk változtatni, illetve megelőzni tudjuk az adott betegségeket. De ez nem csak a magas vérnyomásra érvényes, hanem számos más betegségre is. Idén korán, már februárban elindult az allergia szezon. A betegek száma egyre nő. Hogy miként érdemes felkészülni a szezonra, és melyek a leggyakoribb panaszok, dr. Szilágyiné, dr. Szigeti Ildikó gyógyszerész kérdeztük. Elindult a pollen szezon, idén már februárban virágzásnak indult a nyárfa is. A kőrisek és a mogyorófélék is virágoznak már. Mit tehet az, aki allergiás? Az allergiás tünetek kezelésére több hatóanyag és több fajta készítményt javaslunk. A legfontosabb csoportját az antihisztaminok alkotják. Ezek, amik közvetlenül szájon átadható, és az allergia tüneteit megelőzi, vagy csökkenti. Több generációjuk ismert, egy első generációs, második és harmadik generációs antihisztamin, bármelyik jó. Egyben van különbség, hogy a mellékhatások azok milyen intenzívek. Az első generációs volt nyilván, amit először fejlesztettek ki, mellékhatásaként álmosság jelentkezik, és a harmadik generációsok már a legkisebb mellékhatással használhatóak, szedhetőek, biztonságosan lehet mellettük autót vezetni. Ez a legfontosabb az allergiás tünetekben, vagy tünetek csökkentésében. Az allergia másik tünete az az orviszketés, tüsszögés, orfolyás, tehát mindenképpen valami orsprét javaslunk, ami az ornyálkahártya duzzanatot csökkenti, jobban kap levegőt az illető. Ezt nagyon gyakran házi orvosok, tüdőgyógyászok kiegészítik szteroidos orsprével, ami szintén nagyon jó lehet, de a rendes orsprét az vén nélkül a gyógyszertárban is meg tudja vásárolni, úgy, ahogy az antihisztamint is a kedves beteg.
A harmadik tünet együttes, vagy a harmadik tünet szokott lenni az a szemviszketés, vagy szemkipirosodás, erőteljes könnyelválasztás, erre pedig különböző allergiára való szemcseppek léteznek, amit szintén vény nélkül meg tud vásárolni a gyógyszertárban. Korábban bevett dolog volt a kalcium pezsgőtabletta, úgy tűnik, hogy most már nincs rá bizonyíték, hogy ez az allergiás tünetek esetében hatékony terápia lenne. Milyen tünetek a jellemzőek? Még vannak súlyosabb tünetek is, beszéljünk erről is. Nyilván az allergiának nagyon sok formája van, onnantól elkezdve, hogy mire allergiás, a pollentől, az ételallergián át, nehéz fémek vagy fémekre, és az allergia tünetei is nagyon sokfélék lehetnek. Nagyon változó az, hogy mennyi allergénre allergiás, tehát van, akinél az allergiás időszak az gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egész évben tart, szünet nélkül. Vannak olyan esetek, amikor csak a nyári vagy tavaszi szezonra koncentrálódik, vagy vannak a tipikusan parlagfű allergiásaink, akik augusztus végén, szeptember elején szenvednek a tünetektől, de akár rovarcsípésre is lehet valaki allergiás, és hogyha ez az allergiás reakció nagyon erős lenne, akkor minden esetben mentőt kell hívni. Nem is az orvosi ügyeletre, hanem mentőt kell hívni. Ez gyakorlatilag ezeket a tüneteket egy fulladásos tünet együttes kíséri, és ilyenkor adrenalin injekciót adnak izomba, ami életet ment. Milyen tünetek jelentkezhetnek a pollenérzékenyeknél? A leggyakoribb tünet az az orrfolyás, a tüsszögés. Van, aki egyhuzamban akár 30-40-et is tud tüsszögni. Az orrfolyás mellett orrviszketés, és nagyon sokan beszámolnak arról, hogy olyan, mintha a torkuk viszketne, tehát gyakorlatilag egy viszkető, kaparó érzés jelentkezik a torkon. Ez együtt jár a szemviszketéssel, tulajdonképpen a magát az allergiát a hisztamin felszabadulása okozza, ezért valók a ráható, vagy ezért hívjuk a ráható szereket antihisztaminoknak, hogy ezt a hisztamin felszabadulást gátolják. Nagyon hasonlít a megfázásos tünetekre. Abban különbözik talán a legjobban, hogy ez az orrfolyás, ez teljesen átlátszó vizes orrfolyás, ellentétben egy bakteriális orrfolyás, ami általában színes orrfolyás. Ez megállíthatatlan orrfolyás, tehát akarata ellenére is kontrollálatlanul tud folyni. És hogy a szem az például nem csipásodik, mint egy kötőhártya gyulladásnál, hanem szimplán fokozott könnytermelés van, és így nagyjából azért el lehet az allergiát különíteni más típusú betegségektől. Hát illetve van számtalan teszt lehetőség, ahol megkimutatják azt, hogy ki mire allergiás. Mikor érdemes orvoshoz fordulni? Már a tünetek jelentkezésekor, vagy várjunk vele? Talán az, hogyha diagnosztizáltan allergiás valaki, akkor most már mondhatom azt, hogy az orvos ki is maradhat első lépésben, gyógyszertárba érdemes eljönni, ahol a kezdeti terápiákkal el tudnak indulni. Abban az esetben, hogyha ezek a tünetek megmaradnak, súlyosbodnak, vagy egy allergiás asztma alakul ki, amikor már a teljesítő képesség csökken, akkor pedig orvoshoz irányítjuk mi is a betegeket, akik már szteroiddal vagy más módon tudnak segíteni ezeknek a betegeknek. A Kistelek TE több utánpótláskorú játékost adott idén a felnőtt csapatnak. Az U14-es és U13-as korosztály kiemelkedő teljesítménnyel előkelő helyen szerepel bajnokságában, míg a legkisebbek egyre több bozsik tornán szerepelnek eredményesen. Passzolj csak! Így elindultok, passzolj, és akkor így már fordultok megfele, te meg jössz rám védekezni, jó? Oké? Okay? Ha te kapod a labdát, akkor meg emelről megy védekezni. Az utánpótlás csapatok idén nagyon jól szerepelnek, és a felnőtt csapat is nagyon jól szerepel. Mit lehet tudni róluk? Jó ezt így elmondani, meg hallani is természetesen. Hát az utánpótlásunk a évek óta nincs probléma. Hál' Istennek van, elég sok gyerekünk van, ez a jó toborzásnak tudható be. A kisgyerekeket is már az óvodába bemegyünk, iskolába bemegyünk, és toborzunk. Az a létszám jellemzően nem marad meg, de azért úgy gondolom, hogy egy erős mag azért az megmarad, és az arra elég, hogy bizonyos korosztályokban, U7, U9-ben nem is egy, hanem két-három csapatot tudunk indítani a bozsik tornán. Az itt a megyében is egy egyedülálló dolog, hogy ennyi csapatot ki tudunk állítani a gyerekekből.
A kicsiknél én úgy gondolom a szakmai munka a legnehezebb. Meg kell velük szeretetni a labdát, a játékot, a csapat szellemet, de nincs vele probléma. Az edzők, hál' Istennek, ezt önnyörű szépen megcsinálják ezt a feladatot. Jó, figyelj, csak következő feladat az, hogy jobb lábbal kimegyünk, vezetjük a labdát, és amikor sípolok, be kell így állítani a jobb lábaddal, jó? Érthető a feladat? Érthető mindenki? Mehetünk, gyerünk! Jobb lábbal vezetett, csak jobb lábbal, piciket rúgjál bele, picit! Jobb lábbal, jobban vezetett! Most egy U7-es edzés van itt a háttérben. Nekik mekkora lehetőség, hogy megmérettetik magukat a Bozsi program keretein belül? Igazából nekik ez nem is lehetőség, ez inkább azt mondanám, hogy ez a megszerettetés. Ez a legalapabbak. És itt vannak ilyen labdás játékok, nem is klasszikus meccseket játszanak, nem is gólokra játsszák a meccseket. Ez egy megszerettetés a csapat, hogy milyen csapatba játszani. Ez az időszak, ez erről szól a gyerekeknek. Hogyan lehet, és lehet-e még egyáltalán jelentkezni ide a kisteleki poci csapathoz? Mindig lehet, mert azért a lehetőségeink azért mindig korlátozottak, ez az edző darabszámba, ha lehet így fogalmazni, de azért minél meg tudjuk oldani, és jönnek is. Most a múlt héten is lett egy kicsi igazolásunk, pont itt játszik a kis focista. Jönnek, vannak lemorzsolódnak, mert azért hál' Istennek a városban nagyon sok sportágban. És akkor azért próbálgatják magukat, hogy a szülők is próbálják, hogy egyszerre két-három sportágot is vigyenek párhuzamosan, és akkor hogy melyik a legszimpatikusabb nekik. Ezt mi is érezzük néha, hogy aki járt egy pár hónapig, utána eltűnik, de aztán valahogy visszatalál. Tehát nem gondolnám azt, hogy teltház van nálunk, jöhetnek és várjuk őket nagy szeretettel. Mekkora népszerűsége van itt Kisteleken a labdarúgásnak? Hát én úgy gondolom, ha csak a számokat nézzük, a városban a legnagyobb sportszervezet az Magasan mi vagyunk. Hát 152 gyerekünk van, plusz a felnőtt csapat. Ha csak ezeket a számokat nézzük, hát az utánunk levő sportszervezet, én úgy tudom, ilyen 40 fős. Ha a számok magukért beszélnek, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon nagy. Mókus, a kiházból lehet menni? Gyerünk! Ház mellett nem lehet futni. Be a házba, okosok! Még most mindenkinek volt háza. Kisteleken a Bozsik program nagyon népszerű, most is jelenleg edzés van. Hányan járnak edzésre? Hát így van, ez változó. Ugye az U7-es korosztályban hál' Istennek nagyon sokan vagyunk. Ilyen 18-19-es a létszám. A Bozsikra nem mindenki szokott eljönni, valaki csak a sportszeretetéjé jár edzésekre. 18-as a létszámunk, edzéseken általában az átlagban azért 12-13-on. Most itt kis betegségek vannak, most itt kevesebben vagyunk, de hál' Istennek az U7-es korosztályunk az nagyon nagy létszámmal rendelkezik. Az U9-es korosztályunk is, ugye a Bozsik tornán vesz részt, az U7-es U9-es csapattal együtt a fesztiválon. Önállunk annyit kell tudni a Bozsik tornáról, hogy egy fesztivál van, ahol a kicsiknél 50 perc, a nagyoknál pedig egy 40 perc, a nagyobboknál pedig egy óra hossza van, különböző állomásokra mennek, 3-3 ellenjáték van U7-ben, és különböző funinyó játék, ez ilyen négy kapus játékot akar. Az U9-es korosztályban már 4+1 van, ott már ugye a 3x2-es kapu dominál, az U11-es korosztályban ott már 6+1 van, és ott már ugye a 5x2-es kapuk dominálnak, ott már csökkentett pályaméret van. Ugye régebben volt 13-as bajnokság is még a Bozsikhoz tartozott, de ezt most már kivették, tehát a Bozsik korosztály úgy épül fel, hogy U7, U9, U11-es korosztály, ahol mi U7-tel három csapattal, U9-ben három csapattal, és U11-ben egy csapattal képviseljük magunkat a tornákon, illetve a fesztiválokon. Gyerünk, Attika, csináld meg, elveszi! De meg is érdemelt, hogy elveszi! Attika, ne bombázzunk már, ide vigyük közelebb! Bózzónán belül ér, akkor megbeszél! Fiatalkorban fontos, hogy a gyerekek megszeressék a sportot, és az alázat mellett fegyelemre is tanít a labdarúgás, ez elmondható? Így van. Tehát nyilván egy U7-es korosztályban nekünk az a feladatunk edzőknek, hogy a sportág megszerettetése, a labdaérzékelés fejlesztése, hogy örömmel jön a gyerek. Tehát igazából ez a korosztály az, amikor belép a kapun, és akkor csak azt látja, hogy hú, van itt egy pálya. Sok ilyen barátság szövődik, van, aki nem is olyan kis tehetséges, de még egyetlen kis oldásra nem lehet mondani, hogy beled nem lesz semmi, mert ők rengeteget képesek egy hónap alatt, két hét alatt változni, és itt barátságuk szövődnek, és ebből alakul ki, úgymond a későbbi korosztályba a csapat. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták.
Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben megtekinthetjük a Varga Anikó festményeiből nyílt tárlatot, ellátogatunk a Nagy Magyar Retro Láz rendezvényére, és megismerkedünk egy amerikai táncműfajjal is. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!